Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma május 23-a, Dezső és Renáta napja van. 27 éve koalíciós kormány alakult Magyarországon. Antal József történészt, a Magyar Demokrata Fórum elnökét választották kormányfővé. Továbbá 134 éve megszületett Szegfő Gyula történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Most lássuk a legfontosabb híreket először csak címszavakban. Terrortámadás volt tegnap este a nagy-britanniai Manchester arénájában. A nemzeti tanácsok képviselőivel tárgyalt a szerb államigazgatási miniszter. Ülésezett a tartományi képviselőház Újvidéken. Átadták a Vörös Kereszt új raktárát Magyar Kanizsán. Terrortámadás történt Nagy-Britanniában, 22-en meghaltak és 59-en megsérültek a támadásban hétfőn késő este. Egy öngyilkos merénylő robbantott a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena rendezvényközpontban. Több külföldi hírportár szerint az elkövető Salman Abedi lehetett, aki líbiai származású, de Manchesterben született és ott is élt. Később a manchesteri rendőrség megerősítette az értesülést. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez egyelőre csak gyanú, mivel a halott kémi vizsgálat még nem azonos. Hivatalosan az öngyilkos merénylőt. A férfi neve a brit hatóságok előtt nem volt ismeretlen. Az elhunytak között gyermekek is vannak. A kórházakban pedig az információk szerint legalább egy tucat 16 év alatti fiatal tápolnak jelenleg is. A legfiatalabb halálos áldozat egy 8 éves gyerek. Az amatőr felvételeken jól látható, ahogyan eluralkodott a pánik a manchesteri arénában, miután a bomba felrobbant. A főként tizenéves lányokból álló közönség az amerikai pop-énekesnő Ariana Grande koncertje után kezdte elhagyni az arénát, amikor egy öngyilkos merénylő a kapuk közelében működésbe hozta a házi készítésű robbanó szerkezetet. A 21 ezer férőhelyes Manchester arénából a fiatalok pánikszerűen menekültek. A sérüléseket szögek és repeszek okozták, amelyek minden bizonnyal a pokolgépből származtak. Épp kifelé tartottunk az arénából, amikor hallottuk a robbanást. Gondolkodás nélkül szaladni kezdtünk. Egészen a hotelig rohantunk. Mindenki sikítozott, zokogott és szaladt. Kész őrület volt az egész. A környéket teljesen lezárták. A városban felfüggesztették a tömegközlekedést. A helyszínre érkező rendőrök és tűzszerészek egy gyanús csomagot megsemmisítettek, és bombakereső kutyákkal fésülték át a környéket. Az arénát a sérültek kivételével teljesen kiürítették, 60 mentőautó vonult a helyszínre, és 8 környékbeli kórházban látták el őket. A halottak és a sérültek főként tizenéves lányok, a súlyos esetet terrorcselekménynek minősítette a rendőrség. Az iszlám állam kedden jelentkezett a manchesteri robbantás elkövetőjeként, a dzsihadista szervezet közösségi portálokon tette közzé az ezt elismerő videófelvételt. Ez a legsúlyosabb terrorcselekmény Nagy-Britanniában azóta, hogy 2005. július 7-én 4 öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott 3 londoni metrószerelvényen és egy városi buszon. Akkor 52 ember halt meg, és több mint 700-an súlyosan megsérültek. Az ártatlan embereket célba vevő terrortámadások gyárva cselekedetek, de ez a támadás kiemelkedik borzalmas gyávaságával, fogalmazott Theresa May brit kormányfő a manchesteri robbantást követő sajtótájékoztatóján. Felfoghatatlan számunkra az a bomlott elme, ami egy teremnyi fiatal láttán lehetőséget lát a vérontásra, így fogalmazott Theresa May brit kormányfő keddi sajtótájékoztatóján. A brit kormányfő közölte, továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában. It is now beyond doubt that the people of Manchester and of this country have fallen victim to a callous terrorist attack. An attack that targeted some of the youngest people in our society with cold calculation. This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom. Andy Burnham, Manchester polgármestere arra kérte az embereket, hogy ne engedjék magukat megfélemlíteni, maradjanak egységesek és vegyenek részt a megemlékezéseken.
You know, we're not going to be defeated. We're not going to be bowed by these extremists. They want to divide us. Greater Manchester is a place that believes in standing together, and we will. Theresa May brit miniszterelnöket hajnalban bejelentette, hogy a kormányzó konzervatív párt felfüggesztette választási kampányát. Nagy-Britanniában június 8-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak. May közölte azt is, hogy elnökletével a brit kormány rendkívüli helyzetek esetén összeülő szakértői testülete, a COBRA is összeült. A világ vezetői egymás után reagáltak a tegnap esti manchesteri terrortámadásra. Kormányfők, államfők és az Európai Unió vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak, és mélyen elítélték a koncert után történteket. Hangsúlyozták, közösen kell fellépni a terrorizmussal szemben. Ma együtt gyászolunk, holnap pedig együtt harcolunk azok ellen, akik el akarják pusztítani európai életstílusunkat, jelentette ki Jean-Claude Juncker. Közleményében szomorúságának adott hangot a terrortámadás miatt, és szolidaritását fejezte ki Theresa May brit miniszterelnökkel és a brit néppel. Kijelentette, mélyen megrázta, hogy a terrorizmus ismét félelmet akar gerjeszteni ott, ahol örömnek kell lennie. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üzenetében együttérzéséről biztosította a támadás áldozatainak hozzátartozóit. Dimitris Avramopoulos, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja mélységes megdöbbenésének adott hangot a szörnyű események miatt. Kijelentette, szorosan nyomon követi a fejleményeket. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára üzenetében hangsúlyozta, az Észak-Atlanti Szövetség Nagy-Britannia mellett áll a terrorizmus elleni küzdelemben. Gondolataim a fiatalokkal, a barbár terrortámadás érintettjeivel vannak, közölte a főtitkár. Az Európai Unió zászlajait a terrortámadásban elhunytak tiszteletére félárbocra engedték Brüsszelben. A világ nagyhatalmainak vezetői is nyilatkoztak a történtekkel kapcsolatban. Németország kiáll Nagy-Britannia mellett és tovább folytatja a küzdelmet a terrorizmus ellen, jelentette ki keddi közleményében Angela Merkel német kancellár. Kifejezte részvétét a manchesteri robbantás áldozatainak, sebesültjeinek és a hozzátartozóknak. Felfoghatatlannak nevezve, hogy valaki egy vidám popkoncertet használjon fel arra, hogy oly sok embernek elvegye az életét, vagy súlyos sérüléseket okozzon nekik. Mély részvétét fejezte ki a manchesteri terrormerénylet miatt Vladimir Putyin orosz elnök. Határozottan elítéljük ezt a cinikus, embertelen bűncselekményt. Arra számítunk, hogy a merénylet megrendelői nem kerülik el a megérdemelt büntetést, hangsúlyozta üzenetében az orosz elnök. A Betlehemben tartózkodó Donald Trump együttérzését nyilvánította ki a manchesteri robbantás sérültjei, valamint az áldozatok hozzátartozói számára. Azt írta, az Egyesült Államok szolidáris az Egyesült Királyság népével, annyi fiatal, gyönyörű, ártatlan, az életét élvező embert gyilkoltak meg a gonosz vesztesek. Alexander Vučić szerb kormányfő táviratban fejezte ki részvétét a Manchesterben történt terrortámadás kapcsán. A Theresa May-nek intézett levélben azt írja, szomorú és borzasztó dolog, ami a manchesteri koncerten történt. Mindez azt bizonyítja, hogy az ártatlan áldozatokat követelő erőszak mindenhol a világon jelen van, ezért kell közösen fellépni a civilizált értékek mentén, a sötét erőkkel szemben. Egyetlen céllal, hogy megmentsük a jövő generációit a terrortól való félelemtől. A szerb kormányfő mellett Tomislav Nikolić leköszönő államfő is táviratban fejezte ki részvétét a nagy-britanniai terrortámadás kapcsán. Azt írta, engedjék meg, hogy az ártatlan áldozatokat követelő manchesteri merénylet kapcsán sajnálatomat és részvétemet fejezzem ki Szerbia állampolgárainak nevében. A manchesteri terrortámadás kapcsán Orbán Viktor levélben fejezte ki részvétét Theresa May brit kormányfőnek, tájékoztatta Havasi Bertalan, a magyar miniszterelnök sajtófőnöke kedden az MT-t. Mély megrendüléssel értesültem a tegnap este Manchesterben történt számos fiatal életet kioltó szörnyű robbantásról. Sorozatos támadások érik Európát, amelyek súlyos megrázkódtatást jelentenek mindnyájunk számára, ezért mindent meg kell tennünk a kontinens biztonságának helyreállításáért, írta Orbán Viktor.
Biztosíthatom önt, hogy Magyarország továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni fogja közös küzdelmünket a minnyájunkat sújtó terrorral szemben, tette hozzá a magyar miniszterelnök. A szerb és a magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint a terrortámadásban elhunytak között nem azonosítottak sem szerb, sem pedig magyar állampolgárságú áldozatot. Arról sincs hírük a képviseleteknek, hogy a sérültek között szerbiai vagy magyarországi szemét ápolnának a manchesteri kórházakban. Az áldozatok azonosítása még folyamatban van. Oktatás, tájékoztatás és a kisebbségi akcióterv megvalósítása volt a központi téma a szerb kormány illetékesei, valamint a nemzeti tanácsok képviselői közötti beszélgetésen ma Belgrádban, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Hajnal Jenő, a magyar nemzeti tanács elnöke. A Szerbiában működő nemzeti kisebbségek képviselői Ana Brnabic-tal az államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel tárgyaltak. A találkozón nyitottság volt tapasztalható, és lehetőség volt a kérdések és problémák megoldására is. A jövőben közvetlenül a miniszterekkel tudják az MNT, illetve a többi nemzeti kisebbség legidőszerűbb problémáit megtárgyalni, tette hozzá Hajnal Jenő. Láthatóvá vált, hogy hogyan próbálják a nemzeti tanácsok és a illetékes minisztériumok a közös hangot és a közös érdeket szem előtt tartani. A korábbi években, hónapokban ez a hangulat nem igazán érződött, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőséget ad a magyar nemzeti tanácsnak is, amely most a nemzeti tanácsok koordinációját végzi, hogy egy könnyebb és egy eredményesebb munkát tudjunk a jövőben megvalósítani. Ülésezett a vajdasági parlament. A közegészségügy aktuális kérdéseit és a vajdasági fejlesztési alap munkájáról szóló jelentést vitatták meg. Az ellenzék felhívta a figyelmet az ivóvíz fokozott minőségi ellenőrzésének fontosságára, valamint arra, hogy az egészségügyben tervezett újításokat ne csupán az újvidéki székhelyű intézményekre terjesszék ki. Az illetékes tartományi parlamenti bizottságok jelentései alapján a tartományi képviselők az ülésen megvitatták az egészségügyben tervezett újításokat. Valójában egy olyan információs rendszer épüljön ki Vajdaságba, ahol a fertőző és nem fertőző betegségeknek a regisztere ki fog bővülni, és olyan napra kész információkat tudunk kapni, amely valójában elősegítik a fertőző és nem fertőző betegségek elleni harcot. Az ellenzék is támogatja a javaslatokat, amelyek az egészségügyre vonatkoznak, de vannak észrevételei a központosított rendszerre vonatkozóan. Nem csak a klinikai központban kellene ezekre a jelenségekre, vagy a segi klinikai központban kellene ezekre a jelenségekre odafigyelni, hanem ezeket ki kellene terjeszteni más kórházakra is, így például a zentai kórházra is, vagy pedig a zombori kórházra, ahol tömegesen jelentkeznek az emberek, és hatalmasak a sorok, rengeteget kell várakozni, és sajnos elmaradott műszerekkel dolgoznak. A másik napirendi ponttal, a vajdasági fejlesztési alappal kapcsolatban is volt észrevétele az ellenzéknek. Kada govorimo konkretno o VIP fondu, VIP fond je potrošio preko 50 miliona dinara, preko 400 hiljada evra u 2016. godini, ali efekti njihovog rada u prošloj godini su zaista zanemarljivi. A szerb haladó párt a napirendi pontok helyett inkább az Alkotmánybíróság május 22-i döntését tartotta fontosnak véleményezni, miszerint a Vajdasági Tudományos Akadémia megalapítása ellentétben áll Szerbia alkotmányával. To znači da je Ustavni sud Srbije potvrdio ono o čemu smo pričali od momenta osnivanja Vanuka, da je ta ustanova u pokušaju osnovana mimo Ustava Republike Srbije, mimo zakona o javnim službama. Ami az egészségügyet illeti, szó volt még az onkológiai osztályok műszaki felszereltségéről és a káderállományban mutatkozó hiányról is, amelyek tekintetében mind a kormánypártok, mind az ellenzék szerint sürgős megoldásokra van szükség.
Zhou Yunwei-jel, a kínai üzletemberek vajdasági egyesületének elnökével, és Guo Xiaoval, a kínai üzletemberek szerbiai egyesületének elnökével tárgyalt kedden Pásztor István. A tartományi parlament elnöke kiemelte Szerbia és Kína hagyományosan jó viszonyát, és elmondta, arra kell törekedni, hogy még több kínai befektető érkezzen Vajdaságba. A kínai támogatásból megvalósuló Belgrád-Budapest vasútvonal is a sikeres együttműködést bizonyítja, és ennek köszönhetően nem csak a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolat, hanem a Szerbia és Kína közötti kapcsolat is még jobban elmélyülhet, emelte ki Pásztor. Szerbia hivatalos közlönyében megjelent az Oroszországgal és Kínával folytatott együttműködést koordináló Nemzeti Tanács megalakításáról szóló határozat. A Nemzeti Tanácsot Tomislav Nikolić vezeti majd. A határozat szerint a Nemzeti Tanács feladata, hogy irányítsa és koordinálja a Szerbia és Oroszország közötti stratégiai partnerségről szóló egyezmény, valamint a Szerbia és Kína közötti mindent felölelő stratégiai partnerségről szóló egyezmény megvalósítását. A tanács feladata továbbá, hogy koordinálja az egyúgy stratégiai kezdeményezés megvalósulását Szerbia területén. Átadták a Szegedi Lézerközpontot ma délelőtt. Az ünnepélyes megnyitón Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jövő Magyarországáért végzett munka az egyik legjelentősebb, ami ezzel a központtal kielégítheti a magyar tudományos életet. Az ELI Lézeres Kutatóközpont megépítését egy 2011-es kormánydöntés alapján kezdték megépíteni. Ezután 2014-ben az alapkőletétel, után 2017 áprilisában egy kész épületet láthatunk. Jelenleg május 23-án már üzemre kész az épület, és megkezdődhet a tudományos munka, fogalmazott a miniszterelnök. A projekt költségvetése több mint 70 milliárd forint, ennek 85%-át az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja biztosítja. A Szegedi Központ a Csehországban és Romániában épülő lézerkutatási infrastruktúrákkal összekapcsolódva várhatóan 2019-től működik majd teljes kapacitással. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. Alacsony a tej felvásárlási ára Szerbiában, a kisebb gazdaságok mindössze 25 dinárért tudják átadni. Elvallagtak a szabadkai Paulinum végzős diákjai. '89 éves korában elhunyt Roger Moore. A James Bond filmek legendás sztárja Svájcban halt meg. A hírt családja a közösségi média felületén közölte. Azt írják, rövid, de nehéz rákos betegséggel küzdött, a szervezete feladta a harcot. Sir Roger Moore karrierje kezdetén dolgozott grafikusként, fotómodellként, filmstatisztaként. 1952-től Hollywoodban filmezett. Svájcban és Dél-Franciaországban élt. 1991-től az UNICEF különleges nagykövete, 2001 óta pedig nagykövete volt. 1999-ben az angol királynő lovaggá ütötte. A színész zárt körű temetését Monakkóban tartják majd. Magyar Kanizsán ma délben ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a Vöröskereszt felújított épületének új raktárát. A beruházást a japán kormány támogatta. A három raktárhelyiségből álló épület a japán kormány 8 millió dináros támogatásából épült fel, és lehetővé teszi az élelmiszerek, a vegyszerek és háztartási cikkek, valamint a használt ruhanemű egymástól elkülönített tárolását. Eddig sajnos nem volt erre lehetőségünk, egy kicsit így össze-vissza voltak a dolgok, de most tényleg, hát meg tudjuk, körülbelül 140-150 négyzetméteres területet kaptunk, három részre elosztva, mind a három külön, és ezt így megfelelően tudjuk tárolni mindenhol. Az épülettel egy megérdemelt adományt kapott a Magyar Kanizsai Vöröskereszt, hiszen olykor erején felül teljesített, hogy eleget tegyen mindennapi feladatainak és a migráns áradat okozta kihívásoknak is. Az önkormányzatnak pillanatnyilag ez beruházásilag nem került pénzébe, de természetesen magát a fenntartás, magát a további segítséget a Vöröskereszt számára az önkormányzat biztosítani fogja. A szalag átvágásán a községi vezetők mellett megjelentek japán nagykövetségének, az ENSZ, az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, valamint a szerbiai és tartományi Vöröskereszt képviselői.
Crveni krst Kanjiže, na koji smo izuzetno ponosni zato što je pokazao ono što Crveni krst ume, a to je da funkcioniše kao mreža i da se i u ovoj situaciji nađe na usluzi ljudima kojima je potrebna i hitna intervencija i koje su, ne ugrožavajući svoje domicilno stanovništvo, uspeli da izvrše sve svoje obaveze. Az átadást követően a vendégek megtekintették az új raktárhelyiségeket és a humanitárius szervezet felújított székházát. Korszerű egészségügyi felszerelést és egy mentőautót kapott a Szabadkai 1-es számú orvosi rendelő a németországi ASB-től. A humanitárius szervezet 2015 óta rendszeresen támogatja Szabadkát, korábban az említett rendelő felújítását is ők finanszírozták. A Bajor Arbeiter Samariter Bund humanitárius szervezet adománya gördült be kedd délután a szabadkai Kumicsit utcában található 1-es számú orvosi rendelő elé. A mentőautó mellett komplett egészségügyi felszerelést is kapott Szabadka, annak érdekében, hogy szakszerűen láthassa el az említett egészségházba érkező migránsokat és a helyi pácienseket. Sve smo dobili. Dobili smo sterilizator, dobili smo dva inhalatora, govorimo o većoj opremi, dobili smo EKG aparat, dobili smo aparate za merenje pritiska, dobili smo slušalice i sve ono ostalo što ide, a potrebno je za rad ambulante. A németországi szervezet nem első ízben segített Szabadkának. Hans Ulrich Pfaffmann kiemelte, példaértékű számukra az, amit a vajdasági városban tapasztalnak. Itt ugyanis számos önkéntes segít a veszteglő migránsokon, emellett további támogatásáról biztosította a szabadkai egészségházak illetékeseit. Wir wünschen der, der neuen Medizinstation alles Gute, den Mitarbeitern viel Kraft für die Arbeit. Želimo puno sreće u radu na ovoj ambulanti i puno, da kažem, uspeha u radu dana. Wann immer eine Unterstützung oder wann immer eine Intensivierung der Partnerschaft notwendig sein soll, ein Anruf genügt. Az ASB szervezet korábban az 1-es számú orvosi rendelő felújítási munkálatait is támogatta, mintegy 55 ezer euróval. Március óta a helyiek mellett a Szabadkán rekedt fiatalkorú migránsokat is ebben a rendelőben látják el. Alacsony a tej felvásárlási ára Szerbiában a termelők szerint. A kisebb gazdaságok mindössze 25 dinárért tudják értékesíteni, amelyhez még hozzáadódik a 7 dináros prémium, mondják az állattenyésztők. A csantavéri Stefaniga család 5 tehenet tart otthon, a tejet pedig átadják a felvásárlónak. Az ezért kapott pénzzel azonban nincsenek megelégedve. Mint mondták, ennyi pénzért nemigen éri meg foglalkozni tehéntenyésztéssel. Nagyon kevés az ára, 25 dinár a kis termelőknek, aki olyan keveset ott, aki 200 literen tejet vesz, az 27 dinár 50 paráig fizeti ki, és plusz rá, mint a 7 dinár a prémium, akkor az 37-33 dinár, hanem ez meg 32 a kicsiknek. Ha nincs meg az 1000 liter, nincs prémium. Nem éri meg, de mit csináljunk, muszáj csinálni. Kis pénz valamiből csurdul csöppen. Ugyanitt tejcsarnok is működik. Stefaniga Rózsa elmondása szerint nem csak ők elégedetlenek a tej felvásárlási árával. Zsörtölőnek, de mit csináljonnak? Ha még van a tej, akkor mit csináljunk? Akkor csak el kell hozni, hogy eladjuk. Pénz legyen valamiből. A Molnár Farmon 2001 óta foglalkoznak tehintenyésztéssel és intenzív tejtermeléssel. Az állatállományuk mintegy 50-55 tehenet számlál, így naponta nagyjából 1000 liter tejet tudnak átadni. Molnár Ferenc szerint csak akkor éri meg ezzel foglalkozni, ha szívvel lélekkel csinálja az ember. A tej felvásárlási ára azonban szerinte is lehetne magasabb, de nem panaszkodik. Az ár ez 32-3 dinár, avval, hogy mink regisztrált farm vagyunk, PDV rendszerben benne vagyunk, és a mennyiség is a legmagasabb szinten van az árjegyzék szerint, amit a mlekara meghatároz. Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter az év elején azt nyilatkozta, el szeretnék érni azt, hogy anyagilag is megérje jó minőségű tejet termelni.
Elöntötte a víz és a jég ma délben Újvidéket. Négyzetméterenként 52 liternyi csapadék zúdult a városra. A rövid idő alatt esett eső nem tudták elnyelni a lefolyók a város utcáin. A képeken is jól látható, ahogyan hömpölyög az esővíz az utakon, járdákon. Temerinben is ítéletidő tombolt. Az Újvidék és Óbecse közötti útszakaszon több helyen is leállt a forgalom. Cseresznye nagyságú jég esett. Temerinben az út menti árkok színültig megteltek esővízzel. Az utakon pedig a jeget sodorta az áradat. A 12 órakor támadt vihar és jég minden bizonnyal komoly károkat okozott a termőföldeken és gyümölcsösökben is. Magyarországot sem került el a vihar kedd délután. A főváros mellett további 70 településen pusztított jégeső és nagy mennyiségű eső. Pincék, házak, közintézmények áztak be. Egy Pest megyei településen például egy óvodát árasztott el a víz, a gyerekeket az ablakon keresztül mentették ki. A Budapestre lecsapott vihar miatt szinte megbénult a közlekedés, az utak járhatatlanná váltak. A tavasz utolsó nyílt konzuli fogadónapját tartották ma délelőtt Magyar-Kanizsán. A szabadkai magyar főkonzulátus nevében Szegedi Piroska konzul 145 honosítási kérelmet vett át a polgároktól. Magyar-Kanizsán legközelebb szeptemberben tartanak konzuli fogadónapot. A konzulasszony arra hívta fel a magyar-kanizsai, már magyar állampolgárok figyelmét, hogy ne feledkezzenek meg a jövő évi magyarországi parlamenti választásokra való regisztrációról, mert anélkül nem vehetnek részt a voksoláson. A regisztrálást elvégezhetik a Magyar Választási Iroda honlapján, vagy a főkonzulátuson kérhető adatlapon is. Tájékoztatott arról is, hogy május 21-e óta a szabadkai főkonzulátuson működik a magyar elektronikus személyi igazolványok igénylésére kialakított e-sziget nevű szolgáltatás is. Fölállt a technikai háttér, amire már nagyon régi óta várunk, viszont időpontot kell kérni ahhoz, hogy valaki elektronikus személyigazolványt tudjon igényelni. A telefonszámaink azok változatlanok, tehát ugyanúgy, mint ahogy a honosítási kérelembeadásához, az útlevélügyi intézéshez ugyanazon a telefonszámon lehet időpontot kérni ahhoz, hogy az elektronikus személyigazolványt igényelhessék a külföldön élő magyar állampolgárok a főkonzulátuson. Elballagtak a szabadkai Paulinum püspökségi klasszikus gimnázium és kollégium diákjai. A ballagási ünnepséget a Tápai Leon végzős tanuló festményeiből készült kiállítás színesítette. A szabadkai Paulinum a tanulás mellett lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy a művészettel és a kultúrával is foglalkozhassanak. Amikor a Paulinumba iratkoztam, akkor kezdtem így intenzívebben jobban festészettel foglalkozni. Segítségemben volt persze a tanárnő és dr. Kórhelyz Pap Zsuzsanna is, aki támogatott minden. Az intézmény vezetősége büszke arra, hogy több jeles személyiséget is felkészített már a választott hivatására. A középiskola jó híre számos helyre eljutott már. Én mikor meghallottam a falumban, hogy ez az iskola nagyon, nagyon jó alapokat ad, akkor eldöntöttem, hogy ide fogok beiratkozni. A beiratkozás után nagyon megtetszett az iskola. Az intézmény gazdag és hosszú múltra tekint vissza. A gimnáziumban számos területen igyekeznek a diákokat oktatni. Klasszikus kultúra, tehát a latin nyelv, a történelem, a görög nyelv, és ezek a fő tantárgyak természetesen a hittan, és hát, ahogy említettem, a történelem, hogy a diákokat felkészítse mindenek előtt egy filozófiai tanulmányokra és teológiára, az mellett nyelvekre, illetve történelemre. De az iskolából bárhova lehet iratkozni, később valaki másra szánja magát. A Paulinum diákjai megfelelő körülmények között tanulhatnak. Minden nap használhatják az intézmény könyvtárát. Ha lazítani szeretnének, arra is van lehetőségük. Számos színes és érdekes programot szerveznek a tanulóknak az intézmény tanárai, ezzel segítve őket abban, hogy széleskörű tudást szerezhessenek tanulmányaik során. Első évben szervezett olvasókört a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. Az esten Ágoston Pribilla Valéria nyugalmazott magyar tanár beszélgetett Káigy Katalinnal. A professzorik Szemerita szenvedélyes utazó, élményeit, kalandjait ismerhették meg az érdeklődők. Mint mondta, egykori tanárainak köszönheti azt, hogy megszerette a földrajzot, a történelmet és az egzotikus országok megismerése utáni vágyat. Ezek után érthető, hogy az Oroszországban található Bajkáltó sem véletlenül került az úti célok közé.
tudtam, hogy ott vannak a, ott él a burját nép. A burját nép valamikor a 3000 évvel ezelőtt a nagy orosz cseppéken, amíg a magyarok elei ott lovagoltak, ugye, együtt a többi nomád népekkel, tehát, hogy egy közös kultúra letéteményesei vagyunk, és bíztam abban is, ami be is következett, hogy találkozom egy igazi sámánnal is. Tehát, mint mondottam volt, a megszerzett tudás nagyon fontos. A megszerzett tudás az alapja és a kiinduló pontja minden utazásomnak. Orbán napi rendezvényeket tartanak Palics 555. évfordulója alkalmából csütörtöktől vasárnapig az Északbácskai településen. Az első napon kiállítás megnyitót és könyvbemutatót tartanak a Vigadó konferencia termében. Pénteken este kezdetét veszi a Folk Music Fest népzenei fesztivál. Szombaton tartják a palicsi borünnepet, amikor borászok, pálinka és sajtkészítők állítják ki termékeiket. A 2017-es évi Orbán napok ünnepélyes megnyitóját szombaton 11 órától tartják. Emellett a 4 nap alatt lesz kispályás labdarúgótorna, kézműves és sakkos foglalkozások gyerekeknek, látványetetés a palicsi állatkertben, és fellép a palicsi színjátszógrund is. A teljes program megtalálható weboldalunkon, a panonrtv.com-on. Az Európai Labdarúgó Szövetség információi szerint a szerdai stockholmi Európa Liga döntőt nem fenyegeti terrortámadás veszélye, ugyanakkor a szurkolóknak korán kell megérkezniük a stadionhoz az alapos átvizsgálások miatt. Az UEFA honlapján kedd délelőtt a hétfő éjszakai manchesteri terrortámadásra reagálva adott ki közleményt, amelyben az áll, hogy a szövetséget sokkolta a jelenlegi adatok szerint 22 halálos áldozatot követelő merénylet, egyúttal együttérzését fejezte ki az elhunytak családtagjainak, illetve a sérülteknek. A svéd fővárosban sorra kerülő finálé egyik résztvevője éppen manchesteri csapat, a United, amely az Ajax Amsterdammal játszik. A döntő egyébként holnap 20:45-kor kezdődik. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Terrortámadás volt tegnap este a nagy-britanniai Manchester arénájában. A nemzeti tanácsok képviselőivel tárgyalt a szerb államigazgatási miniszter. Ülésezett a tartományi képviselőház Újvidéken. Átadták a Vöröskereszt új raktárát Magyar Kanizsán. Köszönjük szépen a figyelmüket, ne feledjék, ha a panonrtv.com-ra kattintanak, még több friss hírt és információt olvashatnak. Maradjanak továbbra is velünk, ugyanis rögtön kezdődik a Forog a kamera, amelyben Göblös Péter amatőr filmes alkotó munkáit ismerhetik meg. További szép estét kívánok, viszontlátásra!